Hát ahogy ígértük, vásárlással folytatjuk, és hogyha november, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják, hogy közeleg a Black Friday. Egy olyan időszak, ami azért tulajdonképpen nem csak egyetlen egy napra koncentrálódik, hiszen ugye egy nap alatt nem lehet mindent megvásárolni. Egy elég hosszú időszak veszi kezdetét. Mikó Gedeon üzletvezető a vendégünk. Nemrégiben az okos, hát nem is tudom, elég régen volt már, de ugye repül az idő, ma erről is beszéltünk, hogy olyan, mintha még csak most lett volna nyár, és már a karácsonyra készülünk, okos készülékekről beszélgettünk. Úgy gondolom, hogy ilyenkor, amikor van egy ilyen nagyon jó kis lehetőség, hogy hatalmas akciók vannak, akkor gyakorlatilag nem is tudom, hogy vannak-e favorit termékek. Ilyenkor mindent megcélzünk, ami olcsó, nem? Így van, abszolút. Megvannak azok a termékcsoportok, amik ugye az év folyamán leginkább slágerek. Ugye nyáron a hűtőszekrények, amik ugye a meleg miatt általában megadják magukat idő előtt. Olyankor a hűtőszekrények a szezonja. Iskolakezdésnél szeptemberben, augusztus végén olyankor a notebookok, a táblagépek, illetve az iskolakezdéshez szükséges eszközök. Gyakorlatilag a Black Friday-nél minden. Ott nincsen rá specifikázódva akármilyen termékekre, ott gyakorlatilag minden. Gyakorlatilag gondolom, hogy az, ami azért vagy már majdnem megadja magát a családban, vagy pedig ami ott hagyhatatlan, mert annyira jó áron kínálják, és azt mondja az ember, hogy inkább legyen kettő, most nyilván nem egy hűtőszekrényre gondolok, bár sok háztartásban ugye abból is több van, meg hát a közelgő karácsony. Tehát ez is nagyon átszínezi az emberek gondolkodását, hogy ki minek körülne. És akkor most egy picit menjünk előre az időben. Van-e olyan termék, akár valamilyen okos eszköz, amiről már tudod, hogy mostanában jött a piacra, és tényleg valami nagyon új? Hát olyan óriási nagy vívmányok azért nincsenek, tehát azok a technológiai fejlesztések, amik eddig is jelen voltak a piacon, a magyar piacokon, azok nyilván továbbra is kaphatók, azokat keresik a vásárlók. Amik a fiatalabb korosztálynak mindenképpen úgymond elengedhetetlen a mindennapéhoz, hogy az okostelefont egyfolytában használják, tehát kell hozzá töltő, ezek a mobil powerbankok, amikkel ugye bárhol fel tudják tölteni a készülékeiket, táblagépek, notebookok, ez a fiatalabb korosztálynak, az idősebb korosztálynak pedig hát ugye háztartási készülékek, ugye egy Black Friday-n, egy fekete pénteknél az akció mértékétől függően, ha nincs is a legnagyobb szükség a háztartásban egy adott készülékre, de hogyha kedvező az ára, akkor a vásárlást előrébb hozzák a vásárlók. Ugye külföldön ez borzalmasan népszerű már régóta. Mik a magyarországi tapasztalatok, vagy a ti tapasztalataitok a Black Friday-ről? Külföldön tudni kell, hogy évtizedes hagyománya van az Egyesült Államokban a Black Friday-nek. Gyakorlatilag arról szól, hogy a hálaadás utáni első péntek, ez 23-a, 29-e, attól függ, hogy ez hogy jön ki. Magyarországon 2013-ban volt először Black Friday, a Expert Kereskedőház Kft. Ehhez csatlakozott is 2013-ban, tehát nálunk már elsők között volt. Idén is lesz, Magyarországon most november 23-ára esik. Vannak olyan üzletláncok, illetve online webáruházok, akik ezt már korábban tartják, eltérnek ettől a dátumtól, de ez hivatalosan egyébként 23-án lesz. És hivatalosan ez akkor egy napot jelent? Tehát nem folyik bele a 24-ébe, például mondjuk nálatok? Tehát kifejezetten akkor meg kell ostromolni az üzletet. A trendeket követjük, de alapvetően mi azért szeretnénk elzárkózni ezektől a úgymond újszerű trendektől, miszerint november 1-én megkezdik, és november 30-áig, vagy 31-ig éppen a hánynapos a hónap, addig tart ez a idézőjelben őrület. Két okból, az egyik ok az, hogy nem lehet egy hónapon keresztül azokat a kedvezményeket biztosítani a vásárlóknak, amiket valójában kellene, hogy kommunikáljon egy Black Friday. A másik része pedig az, hogy ha egy napról van szó 23-áról, akkor én nem gondolom, hogy annak lenne értelme, hogy egy hónapon keresztül tartsuk ezt a tüzet az emberekben. Nálunk 22-től 25-ig lesz, viszont akkor garantáltan a legnagyobb kedvezmények, amit lehet adni, azokat fogjuk is a vásárlók biztosítani. Ez hogy kell ezt elképzelni, aki még nem volt egy ilyen alkalmon? Tehát tényleg tülekedni kell? Hát nem Amerika. Tehát azért a show business-től úgymond messze állunk, tehát nincs az, emberek egymás haját tépik, meg egymásra ruhát letépik, mert vannak olyan videók fent az interneten, hogy tényleg őre mennek egy-egy termékért, de azért nem panaszkodunk, tehát nagyon sok vásárló van. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a régi trendeket, ugye a karácsonyi nagybevásárlás, ezt már lehet előre tenni egész nyugodtan novemberre. Tehát novemberben annyi olyan akció van, ami megmozgatja a vásárlókat,
hogy gyakorlatilag nem lehet már ráhúzni az egész éves legnagyobb bevételt, meg legnagyobb mozgást a decemberre, mert most már november is beszállt el elég keményen. Ugye azért itt sok helyen olvastam, és nem tudom, most nyilván akinek nem ingyen elvegye magára, hogy belefutnak olyan helyzetekbe is, hogy mondjuk a cég direkt előtte fölemeli, majd azt az árat akciózza le. Hogyan tudja ezt a vásárló kivédeni, vagy lehet-e ezekre a cselekre valamiféle megoldást találni? Vagy ha éppen elkapom, hogy tényleg, hát bocsánat, a múlt héten ez ugyanennyibe került, akkor hol élhetek panasszal? Nézd, nagyon-nagyon örök kérdésnek. Én magamtól nem szerettem volna ezt felhozni, de nyilván ez egy jelenség. Van, aki él ezzel a lehetőséggel és jelenséggel, van, aki nem. Az Expert Kereskedőház Kft. Az utóbbi, nem élünk ezzel. Tehát én hiszem azt, hogy ha egy vásárló bejön hozzánk hétfőn, lát egy terméket polcáron kihelyezve 100 000 forintért, majd ugyanazt a terméket kedden 130 000 forintról látja 90 000 forintért, akkor ő a többet az életben nem fog bejön hozzánk vásárolni. Én azt mondom, hogy egy egészséges 30-35-40%-os kedvezmény éppen adott cikkcsoportoknál belefér, nagyobb termékeknél még annyi se, de ez reális, ez a vásárló megkapja. Tehát abban az időszakban, amikor akciós időszakban megkapja, de abba belebocsátkozni, hogy 70-80%-at ígérünk a vásárolnak, és valójában ugyanannyiért vagy még drágábban tudja megvásárolni, mint máshol, ahol éppen nincsen akciós rá, ettől elzárkóznak. Tehát ez nem szóval jó út. Én azt gondolom, hogy az, aki egy kicsit tudatosan vásárol, és valóban nem csak dobálja a pénzét, az lehet, hogy kétszer-háromszor is elmegy ugyanarra a helyre, vagy egy másikra, összehasonlítja az árakat. Egyébként különböző árukeresőkön, vagy internetes felületeken már ugye össze is lehet hasonlítani, tehát tudom, hogy ha bemegyek ebbe a boltba, akkor ez nagyjából reális, vagy ugyanaz az ár, amit a legolcsóbban láttam, tehát egy picit azt gondolom, hogy tényleg kellene erre a dologra készülni. Most hát én nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ti, az ott dolgozók azért kellő vitalitással, energiával, sok-sok finomsággal és esetleg egy esti sörözéssel majd le is tudjátok a felgyülemlet feszültséget egy picit, vagy ki tudjátok oldani. Gondolok itt arra a sok mindenre, amiről a mai nap beszéltünk, úgyhogy kitartást kívánok az ott dolgozóknak, és reméljük, hogy köszönjük sok szépen. Elégedett vásárló lesz majd az üzletetekben és szerte a városban is.